estét kívánok minden magyarnak, aki hallgat bennünket. Egy tucat országból vagyunk jelen ezen a ma esti webkonferencián, a nevem Budainé Orosz Réka, a keldesti webkonferenciák háziasszonyaként üdvözlök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Szokásunkhoz híven ma is egy nagyon érdekes témát fogunk végighallgatni. A ma esti téma a gerincoszlop biológiai különprogramjai. Nagyon érdekes a gerincoszlopot érintő biológiai különprogramok ismerete, és egy kicsit hiánypótló is ez az előadás, hiszen így egy csokorban még nem láttuk a gerincet, bár alsó-felső végtagról beszéltünk, a nyakról beszéltünk, a hátról, a derékről beszéltünk, de most akkor egy nagy csokorba szedjük össze a gerincoszlopot érintő programokat, hogy mitől van a gerincoszlop értelmes biológiai különprogramjai, milyen részei vannak, hogyan mutatkozik ez meg a valóságban, honnan tudjuk, hogy például mi lehet egy gerincferdülésnek az oka. Nagyon fontos lenne tudni, hogy például a Bechterew kórhoz milyen konfliktusok szükségesek, a Shearman-féle megbetegedésnek mi a lelki háttere, és egy összefoglalót is szeretnénk átadni. Mindazt, ami a gerinc oszlopot érinti, azt hogyan tudjuk helyén értékelni, melyek azok a tényezők, amelyek ezeket befolyásolják, és mi a teendünk, hogyan tudnánk megőrizni az egészségünket, az egészséges életmódot, mert igazából arról az életmódról kellene beszélni, amit a germán gyógytudomány ismerete nyújt és kínál azoknak, akik hajlandóak más megvilágításból is megnézni, hogy miért alakulnak ki az úgynevezett tüneteink, betegségeink a fizikai testünkben. Azt hiszem, hogy erre a legjobb megoldás a germán gyógytudomány ismerete, és meg is kérlek, Karesz, hogy egy kicsit vezess be bennünket ebbe a világba, hogy mitől alakulnak ki a betegségeink, vagy hogyan kell erre tekinteni, mi az, ami befolyásolja a testünk fizikai állapotát. Fogadják nagy szeretettel és nagy mosolyal az arcukon kedvenc előadómat, dr. Budai László Károlyt, aki orvos természetgyógyász és germán gyógytudomány terapeuta. Karesz, mitől betegszünk meg? Nagyon köszönöm, Réka, a frappáns bevezetést, és igen, ezzel kell kezdjük, hogy mitől betegszünk meg, mert annyiféle mindentől megbetegedhetünk, és vannak dolgok, amik beletartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, és vannak dolgok, amik nem tartoznak bele. Ezeket szeretném tisztázni rögtön az elején. Ugye mindenki tudja, hogy fizikai tényezőktől képesek vagyunk megbetegedni, a világunk teli van toxikus ártalmakkal, akár a táplálkozásra, akár a környezetre gondolok. Ezeket a megbetegedéseket természetesen ezen a szinten fogjuk megoldani. A biológiai konfliktusok viszont azok a konfliktusok, ahogyan reagálunk a stresszre, ugye? Mindig egy váratlan eseményre egy biológiai választ adunk, és az érzelmeink közvetítésével, az agy közvetítésével szervi választ fogunk elindítani. Ha a stressz szót így kimondtad, erre hadd csapjak le azonnal, tehát azért mindannyian tudunk stresszesek lenni, de nem mindannyian vagyunk betegek. Mi az, hogy biológiai konfliktus? Természetesen a biológiai konfliktusok mögött biológiai félelmek állnak, de hát erre ki fogok térni, de rögtön tudnunk kell, hogy minden, ami él, az élni akar, és természetes, hogy akkor a legnagyobb félelme a haláltól való félelem, és a faj kipusztulásától való félelem. Valójában minden félelmünknek az alapja ez a két félelem, és erre az agyunk kidolgozza egy intelligens választ, hogy ezt hogy kellene megoldani, vagy miként élem én ezt meg. És természetesen a biológiai kód szerint az jön be, hogy üss vagy fuss, harcolj vagy menekülj. Ezek a biológiai kódok, de én úgy gondolom, hogy többek vagyunk, mint a vadállatok az erdőben, és ennél többre vagyunk képesek, mint hogy harcoljunk vagy meneküljünk. Pontosan azért beszélek a biológiai konfliktusokról, hogy megértsük, hogy biológiai szinten így működünk, de ha rádöbbenünk arra, hogy ennél többre vagyunk képesek, akkor természetesen felül tudunk kerekedni a biológiai konfliktusokon, és úgy gondolom, hogy többre vagyunk hivatottak, mint a
többi biológiai lény, talán azért tudunk gondolkodni, azért tudunk beszélni, azért vagyunk képesek zenét és képzőművészeti alkotásokat létrehozni, mert van bennünk valami plusz, valamivel több, mint amivel az állatok rendelkeznek. A legnagyobb probléma viszont az önsorsontó hiedelmeink, és az, hogy hogyan gondolunk önmagunkra, ugye ez már kapcsolódik az előző kérdéshez, hogyan gondolunk a világunkra, mit tanítottak nekünk, milyen tévhitekkel, tabukkal, titkokkal rendelkezünk. Nagyon-nagyon szívesen gondolok, Karesz, és nagyon hálás vagyok, hogy erre a részre is kitérsz, mert erre nagyon kevesen figyelnek, hogy vannak bizonyos elképzeléseink, vannak bizonyos szokásaink, akár a gondolkodásunk menetében is vannak bizonyos sablonok, sémák, amiket betartunk, akár tudatosan, akár tudattalanul is, és az önsorsontó hiedelmeink, az elképzeléseink, az elvárásaink, a saját cselekedet, viselkedés szokásaink is meghatározzák azt, hogy mi az, ami legközelebb számomra konfliktus fog jelenteni, vagy mi nem. Gondoljunk itt csak azokra az elvárásokra, szükségletekre, amelyek köré építünk egy teljes gondolati struktúrát, egy olyan konstruktumot, ami alapján aztán az egész életünket ezen a minta, ezen a sablon alapján próbáljuk végigvezetni, és amikor ez nem jön össze, ebből lesznek a konfliktusok, és nagyon sokunknak vannak olyan elképzeléseink önmagunkról, a világról, az életről, az embertársainkról, amelyek néha a konfliktus feloldása felé terelnek bennünket, más esetben pedig újabb konfliktusokat szítanak, újabb konfliktus generáló hatással bírnak, és hát mindegyiknek az alapja a félelem, de majd erről még a végén a fórum előtt szeretnék három mondatot mondani. Maradjunk a fórumra is, hiszen amint Karesz befejezi ezt az összefoglalást a gerincről, még pár kiegészítő mondatot a hogyanokról szeretnék szólni. De láttuk, hogy mi a betegségeink kialakulásának az alapvető módjai. A germán gyógytudomány foglalkozik-e például a világunk toxikus hatásával? Jellemzően ezeket a témákat, a baleseteket, a mérgezéseket hogyan kezeli a germán gyógytudomány, Karesz? Hát a germán gyógytudomány tárgykörében nem tartoznak bele a hiánybetegségek, tehát ha valamit nem jutottok be a szervezetbe, akkor természetes, hogy fel fognak lépni ilyenek, és ez természetesen mondjuk a vitamin hiányt vitaminokkal, friss gyümölcsökkel kell pótolni, vagy fehérje hiányos állapotokban. Végre rendesen kéne táplálkozni, mert amikor betegek vagyunk, akkor igenis szükségünk van állati eredetű fehérjékre is, akkor is, ha vannak akik meggyőződött emberek, akik azt mondják, hogy csak növényi táplálékkal képesek vagyunk meglenni, igen, amíg egészségesek vagyunk, erre képesek vagyunk, de amikor megbetegszünk, akkor jó lenne, ha odafigyelnénk arra, hogy mit kíván a szervezetünk, és nem kellene hát meggyőződésekből, önsorsontó hiedelmekkel a biológia ellen dönteni, hiszen a májunk nem spirituális, és a máj programot elindítjuk. Az egyoldalú táplálkozás is ugyanide tartozik. A mérgezésekbe sok minden belejön, nevezzék ezt a mérget gyógyszernek, vagy nevezzék ezt a mérget drognak, vagy nevezzék ezt a mérget gyilkos galóca méregének. Itt teljesen mindegy, a mérgezések azok nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. A baleseteknél a helyzet az, hogy maga a baleset egy a figyelmetlenségből adódik, de hogy ennek van lelki következménye, tehát egy baleset következtében valaki súlyos önleértékelést él meg, mert eltörte az ujjait, és nem fog tudni mondjuk úgy zongorázni, mint eddig, az természetesen ez már egy biológiai programot indít el. Hát a műhibák által okozott egészségkárosodásokat nem kommentálnám, viszont a sugárzások is egészségromláshoz vezetnek. Ugye a sugárzásokat nem érezzük, nem tudjuk, de tudunk róla, hogy vannak ilyenek. És hát van egyéb környezeti tényező, amire nem szeretnék most teljes mértékben kitérni, mert akkor még nagyon messze kerülünk attól, amiről valójában én beszélni szeretnék.
A lényeg az, hogy a germán gyógytudományt Hammer doktor Isten legnagyobb ajándékának tekinti az emberiség számára, és orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Szóval rá kell jöjjünk arra, hogy nem mindenkinek való a germán gyógytudomány, mert aki kitartóan ragaszkodik a hiedelmeihez, és a gondolataiból nem tud kiszakadni, tehát csak józan esze van, de a szívét nem engedi megnyilvánulni, annak nem fog sikerülni sem megérteni, sem alkalmazni a germán gyógytudományt a gyógyulásában. Hammer doktor életművét összefoglaltam már egy előadásban. Dr. Rike Gerd Hammer az a csodálatos orvos, teológus, fizikus, zseniális feltaláló, aki számunkra a germán gyógytudományt leírta, összefoglalta, mondjam úgy, hogy leánykori nevén még új medicinának hívta, de hát annyi áll új medicina jelent meg, hogy lejárassák Hammer doktor tudományát, hogy ezután Hammer doktor a germán gyógytudomány nevet adta a tudományának, és ezt levédte. Szóval én a germán gyógytudományt képviselem, Hammer doktor munkásságát, remélem erről mindenki meggyőződött, vagy meggyőződhet, ha megnézi a több mint 120 kitett webkonferencia anyagot. Mint mondtam, Hammer doktor életművét összefoglaltam egy előadásban, és most nem térnék erre részleteiben ki, csupán csak röviden, hogy mindenki számára érthető legyen, olyanok számára is, akik először vannak ezen a webkonferencián, hogy Hammer doktor a saját élete tragédiájának köszönhette, hogy felfedezte azt az öt természettörvényt, ami szerint működik minden élőlény ezen a bolygón. Az öt természettörvényből az elsőt a rákvas törvényének nevezte, mert a 19 éves fiának az elvesztése okozta nála azt a heredaganatot, ami kialakult, miután a fiát, Dirk Hammert, az olasz trónörökös, a savoyai herceg teljesen részeg állapotban, hát két pisztolylövéssel halálosan megsebesítette. Ez 78. augusztus 18-án történt, majd 111 napi küzdelem után Dirk Hammer visszadta lelkét a teremtőjének, és Hammer doktor karjaiban halt meg. Két hónap múlva, 79-ben már Hammer doktornak heredaganata alakult ki. A műtétbe beleegyezett akkori tudásával, de se kemó, se sugárkezelést nem vállalt be. Megjegyezném azt a mondatot, amit Hammer doktor a tudományos táblázatban leír erről, mégpedig azt, hogy pokoli kínok következnek. A kollégái 1% túlélési esélyt se adtak neki, ő rendbe jön. És két év múlva, már 81-ben egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, nem messze Münchentől, és itt, mint belgyógyász főorvos dolgozott, és felkérdezi a pácienseket, hogy az ő életükben történt-e valami nagyon megrázó esemény, ami teljesen váratlanul érte őket, és hát benne ragadtak sokáig ebben a konfliktusban. És 200 esetben mindig a 200 megkérdezett betegnél mindenkinél pozitív válasz volt, vagyis mindannyian megéltek egy nagyon súlyos, váratlan, meglepetésszerű történetet, ami érzelmileg megrázta őket, és mindezt magányosan élték meg, és benne maradtak a konfliktusban. Vagyis ez az öt feltétel szükséges ahhoz, hogy elinduljon a lelki megrázkodtatás következtében az agy közvetítésével egy szervi válasz. Ez egy nagyon fontos felfedezés, mert rámutat arra, hogy nem a fizikai tényezők, hanem a lelki tényezők hogyan hatnak a biológiánkra. A lelki tényezők által elindult biológiai programoknak mindig lesz az agyban lenyomata, ami fizikai szintű mérgezés, hiányos táplálkozás, stb., amit elmondtam, azoknak nem lesz az agyban lenyomata. Rögtön az első természettörvénynél a megoldást, a legfontosabb megoldást is
alkalmaznunk kéne, mert lesz az életünkben ezután is olyan, ami váratlanul, meglepetésszerűen ér minket, mint derültékből a villámcsapás, de nem vagyunk kiszolgáltatva a váratlan eseményeknek. Ugyanis, ha nem élem meg magányosan, és ha nem maradok benne a konfliktusban, akkor ez a váratlan félelem, ez nem indít el egy biológiai programot, amit értelmes biológiai különprogramnak nevez Hammer doktor, EBK a rövidítése. Igen, értelmes, mert mindig a túlélésről és a fajfenntartásról szól, és ugyanakkor egy külön program, mert különben nem indul el, csak ha én elindítom. És addig tart a program, ameddig én ezt érzelmileg le nem zárom. Ezért lenne érdemes minden napunkat békével, empátiával, félelem nélkül, megbocsátással lezárni, mert akkor nem vinnénk át a mai napnak a problémáit a következő napra. Ugyanis a konfliktus pillanatában rögzülnek a sinek. És ha nem érzelmileg oldom föl a történetet, akkor a sinek gondoskodni fognak arról, hogy krónikus betegségeket tudjak előállítani, ezt is be fogom mutatni, hogy miként és hogyan. Szóval soha nem az számít, hogy mi történt valójában, hanem az én megélésem az egyetlen valóság, mert az, ahogyan én reagálok biológiai szinten egy félelemre, ez fogja eldönteni, hogy ez a történet, ez az érzelmi megrázkódtatás, ez a félelem, az agy közvetítésével milyen szervi választ fog elindítani. Nyilvánvaló, hogy a tudományos táblázat ismeretével, a külön programok ismeretével, minden, de minden tünet mögött felelhetők azok a konfliktusok, amelyek nem kerültek megoldásra, de ezeket a konfliktusokat csak is a beteg fogja tudni feloldani, és pont ezért van az, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, és hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Hammer doktor példájára visszatérve, itt látunk egy olyan önleérdékelési konfliktust, ami a derekat érinti. Ugyanis, hogyha egy hölgy hazamegy, és váratlanul a férjét ott találja az ágyban egy másik hölgyel, akkor megélheti azt a konfliktust, hogy miért másikkal, miért nem velem bújik az ágyba, és ekkor az érintett szerv a ményak lesz, lásd féltékenység. A központi önleértékelési konfliktus, hogy én ezzel a fiatal nővel már nem tudok konkurálni, tehát leírom magamat, mint nő a személyiségemben, ez az ágyéki gerincoszlopot, vagy hivatalos lumbális gerincoszlopot fogja érinteni, vagyis ott indít el szervi választ. Ha nőiségéről is szó van, akkor a medencecsont, ha a szexualitásról is szó van, akkor a szimfízis is érintve lesz. És ez a kérdés, hogy egy konfliktus következtében hány biológiai programot indítok el. Mindegyik tünet mögött egy bizonyos megélés szerepel. Pont ezért van, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, mert csak ő fogja tudni elmondani, hogy abban a pillanatban, amit ő váratlanul megélt, hogy mit élt meg, és ők neki kell megoldania mindezt, hogy a biológiai program leálljon, illetve átmenjen a gyógyulásba. Ugyanis Hammer doktor a második természettörvényben ábrázolja számunkra, hogy hogyan zajlik le ez a biológiai program. Itt látjuk grafikus ábrázolást, amit Hammeri iránytűnek is nevezünk, és ne feledjük, hogy minden lélek, agy, szerv szinten zajlik le. A DHS becsapódása az első függőleges vonalon látható, és mivel ez nincs megoldva, egy konfliktus aktív szakaszt fogunk megélni, kérdés, hogy mennyi ideig, hány napig, hány hétig, hány hónapig, vagy hány éven át. Ez a konfliktus aktív szakasz mindenki számára érthető, mert ezt szoktuk egyszerűen stresszes állapotnak nevezni. Amikor is ugye az embernek zakatol az agya, a gondolatai folyamatosan visszatérnek a meg nem oldott problémára, a fel nem oldott konfliktusra, és közben szervi szinten már kapok egy biológiai választ.
Tehát amit én nem tudok érzelmileg megoldani, arra a biológiám segítségül jön, mégpedig pontosan úgy, ahogy én azt megéltem, ahogy én azt a konfliktust lefordítottam. A konfliktus aktív szakaszban, tehát hideg lesz a kezem a lábam, nem tudok nyugodtan elaludni, vagy ha elalszom, felébredek, nincs étvágyam, nem táplálkozom rendesen, le fogok fogyni, és természetesen emelkedik a vérnyomás, a pulzusszám, a légzésszám, stb. Fölötte látjuk az agyi becsapódásnak a térképét, ez a koponyalappal párhuzamosan készült röntgenfelvétel, amelyben nem volt természetesen kontrasztanyag, és ott, ahova a nyíl mutat, azt látjuk, mint amikor bedobunk egy kavicsot a sima víztükörbe, és körkörös hullámok jelennek meg. A KM, a második függőleges vonalon a konfliktus megoldását jelenti, és a konfliktus megoldása nem mindegy, hogy érzelmileg történt, vagy csupán a körülmények változtak meg, és ezáltal oldódott meg számomra egy adott konfliktus. Nagyon sokszor az élet megold számunkra sok mindent, de ha ez nincs benne a tudatosítás és az érzelmi feloldás, akkor a sinek gondoskodni fognak a krónikus lefolyásokról. A megoldást követő MK fázisban három részt látunk, az exudatív fázist, az epileptoid krízist és a hegesedési fázist. Nos, itt jön a hatalmas tévedés, mégpedig az, hogy az exudatív fázisban meleg tünetek jelennek meg, ugye már nem hideg a kezem, nem hideg a lábam, hanem meleg lesz, ez már egy készfogásból azonnal diagnosztizálható, és hogyha a gyulladásra gondolunk, akkor az senki se fogadja nagy örömmel. Pedig a gyulladás pont azt jelenti, hogy beindult a gyógyulásom, a biológiám helyre teszi mindazt szervi szinten, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélésem érdekében elállított vagy változtatott. Az exudatív fázisban tehát megjelenik kívül a pirosság, rubor, a duzzanat, tumor, a melegség, kalor, a dolor, a fájdalom és a működés visszafogottsága. Hogy ne tapasztalta volna ezt bárki meg, akinek már fájt a dereka, fájt a nyaka, vagy valamilyen ízülete. Ez az exudatív fázis, amikor mi azt hiszük, hogy betegek vagyunk, és szabad ilyenkor fájdalomcsillapítót bevenni természetesen, de nem szteroidot. A szteroid ugyanis visszatesz hormonálisan a konfliktus aktív szakaszba, teljesen igaz, hogy elmúlik a fájdalom, de elakasztottam gyógyszeresen a gyógyulásomat. És nézzük meg, hogy a krónikus ízületi fájdalmak esetén mit fogunk kapni, hát természetesen valamilyen szteroid csoportba tartozó gyógyszert. Az exudatív fázisra az is jellemző, hogy fokozódik a folyadék nem csak a szöveti szinten, hanem az agyi szinten is. Ezt látjuk a jobb felső koponya CT felvételen, és ez azt jelenti, hogy ott sötétebb folt jelenik meg, mint amilyen a szokásos. Ha a jobb felsőképen nézzük a bal alsó nyilat, akkor az rámutat egy olyan gócra, ami sötétebb, mint a vele szimmetrikusan mellette levő góc. Pontosan azért, mert folyadékbeáramlás történt ide, ez egy veszteségkonfliktus megoldását ábrázolja, és ha a folyadék áramlott be, akkor nyilván fellazítja a szöveteket, több röntgensugár fog átmenni itt, mint a másik oldalon, és ebből adódóan sötétebb, feketébb lesz az itt létrejövő kép, mint a túloldalon. Ez teljesen logikus. Az epileptoid krízis az, amikor a történetet, mint egy lepergő filmet újra láthatjuk, amikor is újra megjelennek a konfliktusban megélt szorongató érzések, megint hideg lesz a kezünk, a lábunk, és a tünetek itt fognak a legjobban kicsúcsosodni, de kivétel ez alól az összes önleértékelésből származó program, vagyis a jó hírem az, hogy itt megszűnik a derékfájás, a nyakfájás, a hátfájás, és azt hiszik, hogy meggyógyultunk. A fejfájás is megszűnik, mert az epileptoid krízisnek pontosan az a lényege, hogy kipréselődik a víz az agyi reléből,
és először is az agyi relé fog helyre jönni, kipréselődik a víz szöveti szinten, tehát több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk, csak hogy ezután jön a hegesedési fázis, és elkap minket újra egy extrém fáradtság, ismét meleg lesz kezünk, lábunk, nagyon jó az étvágyunk, és már nincs erőnk csak enni és aludni. Enni és aludni. Nos, ha tudnánk, hogy ilyenkor már csak pár nap, vagy esetleg pár hét választ el a teljes gyógyulástól, akkor megnyugodnánk, és nem indítanánk el azt, hogy na, jó voltam, és már megint nem vagyok képes semmire, újabb önleértékelés. Mikor valamire képtelen vagyok, ez a képtelen szóval kezdődő összes gondolat és érzés, ez lesz az együttesen, ami újra elindítja az önleértékelést. Tehát ha tudom, hogy hogyan zajlik le egy-egy biológiai program, mert ugye a lefolyása programonként változik, akkor tudom, hogy hol tartok, és akár azt is ki tudom számolni, hogy mikor fogok meggyógyulni. A harmadik természettörvényben Hammer doktor visszalapozott az alapokig, vagyis az embriológiáig, egyetfejlődés magyarul. Az az időszak, amit az anyaméhben töltöttünk a megtermékenyítéstől egészen a születésünkig, és ebből a tudományból derül ki mindaz, hogy miként fogunk reagálni azokra az eseményekre szervi szinten, amelyeket mi nem dolgoztunk föl. Láthatjuk ismét a Hammeri iránytűt, és alatta azt, ahogyan reagálunk rá szöveti szinten. Mivel sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, ezért vagy a sejtek szaporítása, vagy a sejtek sorvadása, vagy a működés gátlása fog megtörténni a konfliktus aktív szakaszban, ahogy azt a nyilat mutatják. És a megoldás követő fázisban természetesen a felesleges sejteket lebontjuk, mert senkinek nincs egy felesleges sejtje sem, a hiányzó sejteket vissza fogjuk építeni, és a működést pedig helyre fogjuk állítani. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen logikus, nem kell hozzá különösebb végzettség, hogy megértsük, hogy mennyire egyszerűen működik a biológiánk. Amit mondtam, Hammer doktor az embriológiáig lapozott vissza, és itt a bal oldalon láttunk egy embriológiai állapotot, mégpedig azt, amikor a megtermékenyítés után a szedercsira állapotból kialakul a három csiralemez. Látjuk a sárga, a narancs és piros színnel ábrázolt sejtsorokat, és hogy ezekből, ahogy a nyilak is mutatják, különböző szervek fognak kialakulni, és ezeket mindig ugyanaz az agyi központ fogja irányítani. Ennyi a lényege ennek a képnek, hogy megértsük, hogy ami a belső csiralemezből, endodermából alakul ki, sárga színnel látjuk belőle jelölve, azt mindig az agytörzs fogja irányítani, és az agytörzs feladata a túlélésünk biztosítása, hogy legyen táplálék, legyen víz, legyen levegő a túléléshez, illetve fény és hang. Ezeket mindig a szövetek, az ide tartozó szövetek szaporításával fogjuk elindítani, és nyilvánvaló, mivel a legrövidebb ideig levegő nélkül bírjuk ki, ezért a halálfélelmi konfliktus mindig a tüdőre fog hatni, és itt intett el egy szövet szaporulatot. Nos, a narancssárga mezőt, ha megnézzük, a sejtsort, egyik része a sárga, másik része a piros sejtsorthoz tapad. Az, ami a sárgához tapad, vagyis a belső csiralemezhez, ezeket a sejtsorokat a kisagy irányítja, ő pedig a támadás, bemocskoltság, konfliktusokat fogja megoldani. Ő is először szaporítja a sejteket, megoldásban sorvasztja, ezt a parancsot fogja kiadni a hozzátartozó sejteknek, és a kisagy meg az agytörzs együtt hozzák létre az ősagyat. Tehát mind a két idegi központhoz tartozó szervekben, szövetekben először szaporítunk, aztán lebontunk sejteket a megoldást követő fázisban. A narancssárga sejtsornak a másik része, látjuk, hogy a piroshoz csatlakozik. Ez az új mezodermális sejtréteg, az, amit majd az agyvelő vagy fehér állomány irányít.
Erről lesz szó a mai nap, mert önleértékelési konfliktusok mind az agyvelőbe csapódnak be, és a hozzátartozó sejtekben ugye sorvadás indul el. Az agykéreg is sorvadással indítja a hozzátartozó sejteket, ezeket piros színnel látjuk, és ide a birtok és elválasztási konfliktusok tartoznak. A nyilak, amint látjuk, egyirányúak. Tehát amikor kialakult egy sejtem, például egy csontsejtem, vagy valamilyen porcsejtem, az nem fog elbúcsúzni az agyvelőtől, amelynek az irányítása alatt áll, és nem fog bejelentkezni az agykéreghez, hogy másfajta dolgot végezzen el, mint amire ő hivatott. A áttétek vagy metasztázisok elmélete egy soha be nem bizonyított hipotézis, ugyanis nem tud átalakulni semmilyen sejt egy másik csiralemezből származó sejté, még a prostata sejt sem tud tüdősejté átalakulni, pedig ugyanabból a csiralemezből származik mind a kettő. Viszont ha valakinek a diagnózis sok halálfélelmet indít el, akkor természetesen, hogy az úgynevezett áttétet a tüdőben meg fogják találni. A nyirokrendszerben fellelhető sejtek, azok természetesen azért vannak ott, mert a felesleges sejtek lebontását a nyirokrendszer végzi. Van róla webkonferencia előadás, nyirokrendszer és a lép címmel. A konfliktus típusokra már utaltam az előbb, de most összefoglalom a táblázat szerint. Látjuk sárga színnel az első oszlopot, ezt az agytörzs irányítja, és itt a falat konfliktusok vannak felsorolva. Ide tartozik az is, amikor én elhagyatott árvabogárnak érzem magam, vagy a létezés feltételeinek a hiánya miatt élek meg félelmeket, ezek az egzisztenciális konfliktusok, ami viszont a víznek a visszatartását fogja jelenteni, mert ilyenkor ugyanazt éljük meg, mint a partra vetett hal, akinek szintén egzisztenciális konfliktusa van a levegőn, mert nem a vízben van. És ez a program, ez az embernél, ugyanúgy, mint a halnál, a víz visszatartását fogja eredményezni, csak hogy ez számunkra nem a túlélést, hanem az egyirányú utcát jelenti a temető felé. Ez egy hatalmas tévedés, a magányosság, az elhagyatottság, meg nem értettség kérdése. Ha tudnánk azt, hogy egy holografikus rendszerben mindenki mindenkivel mindig kapcsolatban van, akkor már, hogy mondjam, logikailag is levezethető lenne, hogy a magány az csupán egy illúzió. Az egzisztenciánkhoz pedig csak vízre, levegőre és némi táplálékra volna szükségünk, az összes többit az intelligens agyunk találja ki hozzá. A narancssárga oszlopban két részt láttunk, a felső rész a kisagy által vezérelt programokat tartalmazza, a narancssárga és a piros oszlopban már szóba jön a kezűség, tehát hogy ki a jobb és ki a bal kezes, ez egy nagyon lényeges kérdés. Amúgy a biológia hajszál pontosan tudja, hogy ki jobbkezes és ki balkezes, tehát a konfliktusokból, ami a narancssárga és piros oszlopba tartozik, meghatározható magából abból, hogy melyik oldalon jelent meg a tünet, hogy az illető jobb vagy balkezes. A bemocskoltsági konfliktusok is ide tartoznak, és ez átvitt értelemben azt is jelenti, amikor rossz híremet keltik valahol a hátam mögött, és a gondozási konfliktus pedig azt jelenti, hogy túlzásba vitt aggódás túl hosszú ideig, ugye erre a hölgyek hajlamosak, és ezért jelenik meg náluk melldaganat, de férfi embernél is megjelenik a melldaganat, sőt gyereknél, férfi gyereknél is megjelenik a melldaganat, a túlzásba viszi az aggódását. Ez az egyik fajta melldaganat, még a veszekedések és a viták is ugyanezt okozzák, valamint az elválasztási konfliktus, ami viszont már az agykéreg irányítása alá tartoznak. Az agyvelő tehát az a idegi központ, ami az önleértékelési programokat irányítja, ez a narancssárga oszlop második
alsó része, erről lesz szó ma, vagyis ennek bizonyos részeiről, az önleértékelés, önpusztítás. Az agykéreg programjait pedig látjuk a piros oszlopba, ide a birtok és elválasztási konfliktusok, valamint a működésváltozást eredményező konfliktusok tartoznak, azt a piros oszlopnak az alsó részében fogjuk megtalálni. A negyedik természettörvényben Hammer doktor utal arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, mikróbák, azok a mi barátaink, a mi segédeink. Ismét behoztam az már ismert képet, hogy lássuk, hogy miről is szól ez a történet. Tehát, amikor agytörzs vagy kiságy irányítású programról van szó, mondtam, hogy sejtet szaporítunk, és a lebontásba kik segítenek, a gombák és a gombabaktériumok. Az agybelő által irányított önleértékelési programokban a baktériumok fognak segíteni visszaépíteni azt, amit lebontottam a konfliktus aktív szakaszban, az agykéreg által irányított programokban pedig a vírusok segítenek visszaépíteni mindazt, amit lebontottam a konfliktus aktív szakaszban. Nos, itt a bennünk élő mikroorganizmusokról beszélek, és nem a mesterségesen előállított, vagy a külső környezetben levő, számunkra megbetegedést okozó baktériumokról beszélünk. Úgyhogy tegyünk különbséget a számunkra veszélyes és a velünk együtt szimbiózisban élő mikroorganizmusok között. Amúgy 10-szer több baktérium van a testünkben, mint ahány emberi sejttel rendelkezünk, nem kiirtani kéne őket. De hát 87 után, 2020. május 29-én megjelenik egy cikk az orvosi szaklapban, mert én azért szoktam követni még mindig a jelenlegi orvostudománynak a vívmányait, és ugye azt írják, hogy baktériumokat találtak a daganatokban. Te jó Isten, tényleg vannak? Én kezdem kérdésessé tenni, hogy az eddig a szövettannal foglalkozó kollégák soha nem láttak volna a baktériumokat az úgynevezett daganatos sejtek között. Szóval ez egy költői kérdés volt. A lényeg az, hogy új rákterápia jöhet, most akkor arra fognak rámenni, hogy minden baktériumot kiírtsanak a szervezetünkből. Erre már voltak próbálkozások, az antibiotikumoknak a mellékhatásait nagyon jól ismerjük, amikor kialakul a bélnek a diszbiózisa, és akkor megpróbáljuk visszatelepíteni őket, stb. Stb. Szóval, ameddig nem veszük észre, hogy a biológiánk hogyan működik valójában, addig kérem szépen, hát igen sok kellemetlenséget fogunk megélni, főleg a terápiák szintjén. És akkor, mint mondtam, a krónikus betegségeket az okozza, hogy nem oldjuk fel a konfliktust, mégpedig érzelmileg. Erre a három mintára fogunk látni példákat a mai előadásban. Mi történik, ha nem oldom fel a konfliktust? Na vajon mi történik? Hát természetesen elmésztelenedik a csont, és összeroppan egy csigolya. Mi történik a policiklikus lefolyással? Hát ennek az lesz a következménye, hogy mindig bontok és építek, és bontok és építek, és mindig többet építek vissza, mint amennyit lebontottam, és elalaktalanodik a csigolya, és természetesen ezt már ráknak fogják nevezni. A függő gyógyulást pedig mindenki érzi, akinek mondjuk egy éve folyamatosan, vagy hullámzóan fáj valamilyen ízülete, mert elakadt a gyógyulása pontosan az exudatív fázisban, és ez azt jelenti, hogy a gyulladásos tünetek állandósultak. Az ilyen ember, ha lezárja a konfliktusát, hát nagyon, de nagyon rövid időn belül elmúlik minden fájdalma. Az ötödik természettörvény pedig az, amire már utaltam, már az első természettörvény keretén belül mondtam, hogy értelmes biológiai különprogramokról beszélünk, mert mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Ezt mindenki megfigyelheti, aki néz az ablakon. Nem, de bár. Mindennek ez a biológiai értelme, akár növényekről, akár állatokról, vagy akár az emberről beszélek, mind biológiai lényről. A túlélés és a faj fenntartása. Ez, ami a biológiát, mondjam azt, hogy életben tartja. Hammer doktor téziseit 1998-ban
már igazolták végre, hivatalosan, egyetemi szinten. Amúgy a bíróság kötelezte a Tübingeni Egyetemet, ahova Hammer doktor a habilitációját benyújtotta, hogy végezze el a verifikációt. Az egyetem pedig erre azt válaszolta, hogy nincs szándékában ezzel foglalkozni. Tehát bírósági végzésre sem végezték el, de kiderül ebből az igazolásból, amit a Nagyszombati Egyetemen állítottak ki, hogy mindaz, amit Hammer doktor állít, az úgy van. A Hammer doktor életéről és munkásságáról szóló előadásban erre részletesen kitérek. Nos, visszahoztam azt a mindent megmagyarázó ábrát, ami engem is elgondolkodtatott, mikor először láttam, mégpedig azt, hogy igen, az embriológiából kell elindulni, és akkor tudjuk, hogy az adott szervek hogyan fognak működni. Nyilván a gyógyulásához senkinek nem kell megtanulnia az embriológiát. Még egy merészebbet is mondok. A germán gyógytudományt sem kell megtanulni ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon. Csupán le kell zárja a rá vonatkozó konfliktusokat, és meg kéne tanuljon élni konfliktusok nélkül. Mert hogy ez is létezik, vagyis ez azt jelenti, hogy az érkező konfliktusokat 2 perc alatt képes vagyok lezárni. Hát akik voltak 3 napos képzésen, ők már ezt tudják. A konfliktus tartalom az új mezodermális sejteknél, ugye, amit a fehér állomány irányít, mindig az önleértékelés, de maga a tartalom meghatározza, hogy hol lesz a Hammeri gócnak a helye a nagy agyban, a fehér állományban, és hol lesz a szövetpusztításnak a helye. Tehát az, hogy miben írtam le magam, ez fogja meghatározni. A konfliktus ereje pedig meghatározza, hogy milyen szövetek lesznek lebontva az adott helyen. Mert milyen szöveteket érint az önleértékelés? A legsúlyosabb a csontokat érinti, a legenyhébb önleértékelés pedig a zsírszövetet és kötőszövetet. A 2 között van, mint erősség, ugye a porcokat, az izmokat és az ereket érintő önleértékelés. Ezt nagyon egyszerű megjegyezni, mert ugye ha mozgással kapcsolatos szövetekről beszélünk, akkor tudjuk, hogy a mozdulathoz az alapot a csont adja, a csontokat az ízületek inak kötik össze, ez a második, a csontokat az izmok mozdítják el, ez a harmadik, az izmoknak az ellátását az erek végzik, mégpedig az osztógyűjtő és nyirokerek, és a plusz energiát a zsírszövetben raktározzuk. Nos, ha megnézzük az agyi térképét az önleértékeléseknek, akkor látni fogjuk, hogy hova csapódnak be az egyes konfliktus tartalmak, de jegyezzük meg, hogy az önleértékelés önpusztítás szervi szinten is és lelki szinten is, és hogy a fájdalom az egyenlő gyógyulással ebben az esetben ízületi fájdalmak mindig arra utalnak, hogy gyógyulási szakaszban vagyok, csak éppen nem kéne következmény konfliktusként megélni egy újabb önleértékelést. Ez egy nagyon lényeges kérdés, és ha miért akad el a gyógyulásunk című előadást megnézzük, akkor tudni fogjuk, hogy mire kell odafigyeljünk ahhoz, hogy a gyógyulásunk minél hamarabb be is tudjon fejeződni. Nyilvánvaló, ha a csontokat bontjuk, az ki fog hatni a vérképzésre. Ugye a csont és a vérképzésről van előadás. Az izmoknak a bontása az a működésére is ki fog hatni, és mikor a sorvadásból megtörténik a visszaépülés, ez fájdalommal, izomrángásokkal fog járni, és ne feledjük el, hogy ezután erősebb lesz, mint volt. A nagyagy fehérállomány és szervek összefüggéseit látjuk ezen a fólián. Középen Hammer doktor által készített ábra. Itt látjuk, hogy a koponya tetőtől egészen le a lábunkig, jobb és bal oldalt, egyformán képviselve van a testünk minden része, minden régiója. Ugyanakkor itt van még a jobb és baloldali szívizomzat, a jobb és baloldali mellékvesekéreg, a lép és a petefészek, valamint a herének a képviselete,
A vese parenkima is ugyanebben a relében található. Ami a mai napi téma, az ugye a gerinc, és láthatjuk, hogy a gerincoszlop ott kezdődik a váll alatt, látjuk, hogy mellkasi gerincoszlop, látjuk, hogy ágyéki gerincoszlop, és látjuk a nyaki szakaszt is fölötte. A lényeg az lenne, hogy tisztázzuk az egyes szakaszoknak a konfliktus tartalmát, és azt, hogy milyen programok fognak itt érvényesülni. A nyaki gerinc mindig az igazságtalanságról szól, amikor engem igazságtalanságért, mert nem adtak igazat nekem mondjuk egy bírósági végzésen, vagy nem adtak igazat nekem egy üzleti tárgyaláson, vagy volt egy javaslatom a cégnél, hogy mit kéne tenni, és ezt lefújták. Aztán majd kiderült, mit tudom én, 4 hónap múlva, hogy az én ötletem volt az igazi, és akkor én ezt mind helyre teszem. A konfliktus aktív szakaszban fájdalmatlanul lép fel a sorvadás. A legsúlyosabb igazságtalanság az a nyaki gerinc csigolya testén fog szervi szinten megnyilvánulni, de a porckorongot is szét tudjuk szedni, meg a nyaki izomzatot is szét tudjuk szedni, a vérereket is tudjuk bontani, visszaépíteni, és a nyirokereket is tudjuk bontani és visszaépíteni. Itt most szándékosan felsoroltam azokat a szöveteket, amelyek érintettek az önleértékelésben, de itt mindig az igazságtalanság az, ami eldönti, hogy mi fog történni. Nyilván a legsúlyosabb igazságtalanság érinti a csigolyatestet, és az enyhébb önleértékelés az viszont a nyirokrendszert fogja érinteni. Fájdalmatlanul történik minden a konfliktus aktív szakaszban, ezt ne felejtsük el. A megoldásban jön a fájdalmas visszaépülés, ez lesz az, amikor elkezdünk ezzel foglalkozni, akkor megmagyarázzuk, hogy elfeküdtem, hogy megfújta a légkondi, és találunk még rengeteg nem megfelelő magyarázatot arra, hogy vajon mitől fájhat a nyaka, holott csak arról van szó, hogy megoldódott egy igazságtalanság, és visszaépítem a lebontott szöveteimet. Az epileptoid krízisben eltűnik a fájdalom, majd visszatér, de ne feledjük, hogy az epileptoid krízisben ott a legtetején megjelenhet egy olyan görcs, hogy a nyakam beáll. Ugye ez lesz a befagyott nyak, amikor valakinek félrefordul a feje, és ha szólok neki, akkor egész testével fordul meg, mert a nyaka nem mozog. A legmozgékonyabb gerinc szakaszunk az a nyaki szakasz, utána pedig az ágyéki szakasz az, ami még mozgékony. Erről a nagy igazságtalanságról nekem az a mondat jut eszembe, ami Osótól származik, és hát ez a mondat indított el engem egy másfajta gondolkodásra. És ez a mondat úgy szól, hogy ha boldog vagy, igazad van, ha nem vagy boldog, nincs igazad. Ez engem nagyon elgondolkodtatott, mert akkor úgy éreztem, hogy teljesítettem azt a listát, amiről úgy gondoltam, hogy boldog leszek, ha. Remélem mindenkinek van ilyen listája. És amikor eljutunk a végére, és mégsem vagyunk boldogok, vagy mondjam azt, hogy nincs meg a lelki békénk, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy nem a fizikai világban kell az igazságot és a boldogságot keresni, hanem egy kicsit bennebb. Ha boldog az ember, akkor azt jelenti, hogy mellékhatásként egészséges is. Ez a kettő csak ennyire kötődik össze. A betegség az azt jelenti, hogy nem élek egységben önmagammal és a világgal. Ha egységben élek önmagammal és a világban, el tudom fogadni önmagamat is, és a világot is olyannak, amilyen, akkor már nem vagyok beteg. Vagy megtörtént az elfogadás, és beindult a gyógyulás. És természetesen, amit mi betegségnek nevezünk, azok gyógyulási tünetek, és ha továbbra is kitartok amellett, hogy elfogadom azt az állapotot, amiben vagyok, mert tudom, hogy a biológiám mindig értem, és nem ellenem tesz, akkor onnantól kezdve le tudom zárni az összes igazságtalanságról szóló elképzelésemet. Amúgy szüleimtől hallottam, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Valami igazuk nekik is volt.
A következő szakasz a háti gerincnek a szakasza, és erről a háti gerincről már szót ejtettem a mieloma multiplex kapcsán is, mert ott is érintett a háti szakasz. Miért érintett? Mert azt élem meg, hogy tönkre ment az életművem. Nem véletlenül tettem én ezt idézőjelbe, a Hammer doktor tudományos táblázatában is ott szerepel az életmű kifejezés, pontosan azért, mert az egész gerincünk, a gerinc oszlopunk az a része a testünknek, ami rólunk szól, a személyiségünkről. És a személyiségünkhöz hozzátartozik az is, hogy milyen elképzeléseim vannak arról, hogy hogyan alakítom az életemet, mit fogok elérni, a gyerekem mit fog elérni, ezeket a dolgokat felnőttként fogalmazok meg. De gyereknek is van életműve, van egy elképzelése arról, hogy ő mit szeretne csinálni, milyen körülmények szükségesek ahhoz, hogy ő ki tudjon teljesedni. Mondjuk, ha egy művész lélekről van szó, és nem engedik el egy művészeti iskolába, vagy erre a szakra, mert fiam, az hülyeség, abból nem lehet megélni, mérnöknek kell menned, mint apádnak. Hát akkor kérem szépen, ez a gyermek mit fog megélni? Hogy az ő elképzelése úgy, ahogy van, le van seperve az asztalról. Ugye hosszantartó probléma ez egy folyamatos önleértékelés, és nyilván mindenkinek a megélésnek a súlyossága és a hosszúsága fogja eldönteni, hogy mennyire fogja tönkretenni a háti gerincoszlopot. Most, ha belegondolunk abba, hogy ez a felső ábra szerint nincs megoldva ez a konfliktus, akkor mi lesz a következmény, és nagyon súlyosan élte meg? Akkor az lesz, hogy a csigolya összeroppan, mert elmésztelenedik, és létrejön a borda közti idegzsába azonnal. Fájdalmas lesz a légzés is, a kilégzés is, a belégzés is, aztán a fájdalmas légzés már támadási konfliktusnak megélheti az ember, ugye, mert képtelen vagyok fájdalom nélkül levegőt venni, az ilyen ember már teljesen összegörnyed, és támadási konfliktusként megéli a mellhártyának a szaporodását, vagyis mint támadási konfliktus ez a mellkasát érintő támadásként éli meg, és a mellhártya fog erre reagálni, az egészet magányosan megélve begyűjti a vizet a mellkasba, még kevesebb levegőhöz tud jutni, megjelenik a halálfélelem, és a tüdőszövet szaporulat, és itt lesz vége a történetnek. Tehát elindultunk egy konfliktusból, egy meg nem oldott konfliktusból, és eljutottunk a történet végére. Tehát nagyon-nagyon át kellene értékelnünk az életművünket. Ha valami az életünkben nem úgy jön össze, ahogy mi azt elterveztük, akkor tanulnunk kéne a GPS-től, újra kéne tervezni a dolgot. Az A terv mellett mindig kéne legyen B és C terv is, mert ha ez nem, akkor azt jelenti, hogy mással kéne foglalkoznom. Nagyon sok embernek, mondjam úgy, hogy derékbe tört az életpályája, az életműve, akkor, amikor rendszerváltások történtek meg, amikor kifosztották őket, és igaztalanul elítélték őket, ezeket az embereket mindig megroppant háti szakasszal találtuk. Ha állandó a fájdalom a háti szakaszon, akkor a második ábra szerint folyik a program, tehát az a hely, ahol emlékeztetnek engem az életművem összeroppanására, ez naponta látható számomra, tehát sinnen maradt a program, és a gyógyulási szakasz elakadt. A visszatérő fájdalmak pedig azt jelentik, hogy a szövet meg fog vastagodni. Olyan esettörténetünk is van, amikor egy hölgynek megtörtént a mell műtétje, de nem tetszett neki mindaz, ahogyan a melle sebészileg rendbe lett hozva. És hiába mondta a férje, hogy drágám, a melled nekem úgy jó, ahogy van, a hölgyet ez a probléma visszatérő módon újra meg újra zavarta.
Tehát mindig lebontott és visszaépített, lebontott és visszaépített, hol? Pontosan a háti gerinc szakaszon, mert ne felejtsük el a funkcionális egység fogalmát, amit a My Studenten Méhen előadásokból Hammer doktor leírt számunkra, amikor a kéz balesetéről szóló történetet mondja el, illetve erről is van webkonferencia. Ott csupán a hüvelykújnak a sérülése az asztalosnál egy olyan súlyos önleértékelést okozott, ugye, hogy nem tud dolgozni, hogy lehette ilyen, hát gondoljuk el, hogy miket tud ilyenkor az ember dicséretként mondani magának. Ez az önleértékelés tehát nem csak az ujját érintette, hanem az egész jobb karját, vagy bal karját, ha bal kezes, mert ugye a munkájáról szólt a történet, és természetes, egészen föl érintve volt a válla, a könyöke és a nyak csigolyája is, mert ugye az ujjaink a nyaki szakaszból kapják a beidegzést. És ott nyaki csigolya elmésztelenedés lépett föl. Akit érdekel a történet, megnézi, csak hogy a funkcionális egységről legyen elképzelésünk. Ezért hoztam ide be. Itt is funkcionális egységről beszélek, mert a mellnek a magasságában levő háti csigolya természetesen le fog bomlani. Vagy teszem azt, valaki felépít egy csapatot, és lebetegszik. És mire visszaérne a munkából, a csapatát lenyúlják. Átadják egy másik embernek, és innentől kezdve ez a súlyos önleértékelés, hogy elvették az életművemet, amiért annyi éven át dolgoztam, ez a háti gerincnek az összeroppanását fogja létrehozni. Tehát komolyan kéne venni ennek az idézőjelbe tett életműnek a létezését, ha nem vagyunk elég rugalmasak, akkor ebbe bele fogunk roppanni. A derék szakasznak a problémája mindig a személyiségben megélt konfliktus, és itt aztán kérem bejön az összes azonosultság, amit én életemben megélek, mert az azonosultságok képezik az alapjait ezeknek a konfliktusoknak. Mi tartozik a személyiségünkbe? Minden, amivel én azonosítom magam. Kezdve azzal, hogy családban betöltött szerep, hogy apa vagyok, valakinek a gyereke vagyok, vagy valakinek az unokája vagyok. Vagy valakinek a nem tudom én milyen rokona vagyok. És Ady Endre nagyon jól leírta a versében, hogy se rokona, se boldog őse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Nagyon jól tette, hogy ezt az azonosultságát megszüntette. Szóval a derékfájásban benne van az is, hogy én azonosulok a munkámmal. És akkor a munkahelyemen ért összes kudarc az én személyiségemet fogja érinteni, és ez természetesen a deréktáji, vagy másképpen lumbális gerinc szakaszomat. A kérdés az, hogy milyen súlyosan éltem én meg ezt az egészet. Mert konfliktus aktív szakaszban nem történik semmi, csak fájdalom nélkül rontom az izomzatot, a porckorongot, vagy éppenséggel magát a csigolyát. Enyhefokú személyiségben megélt önleértékelés, mondjuk egy gyereket, a nagynénye folyamatosan kioszt, mindenki elégedett vele, csak a nagynéninek nem felel meg. Ez újra meg újra elindít egy kötőszöveti lebontást és visszaépítést pont a deréktájékon. Erre is volt esettörténetünk. De itt most a derékfájásnak a súlyosabbik formáit vesszük borcsú alá, mert ha a csigolyatest elmésztelenedik, akkor itt is össze fog roppanni a deréktájon természetesen. Ennek a következménye pedig az idegbecsípődés lesz. Ez a legsúlyosabb történet. Mi van akkor, ha csak az izmokat fogom sorvasztani, és a jobb felső kép az pontosan ezt ábrázolná számunkra. A gerincoszlopot azt tartja középen, hogy a jobb és bal oldalon levő izmoknak az ereje egyensúlyban van. Tehát, ha én a jobb oldali izomzatot
lebontom jobbkezesként a személyiségemben megélt konfliktus miatt, mert összehasonlítom magamat valakivel, aki erősebb nálam, ügyesebb nálam, igaz, hogy 20 kilóval könnyebb, de többet emel fel, mint én, ezek csak ilyen nagyon egyszerű történetek, akkor mi lesz a válasz? Az lesz a válasz, hogy a jobboldali izomzatot elkezdem sorvasztani, természetesen, amint a képen is látjuk, bal oldalra át fog húzni a gerincem. És ha ezt elég kitartóan csinálom, akkor be fog csípődni a baloldali ülőidegem, azt látjuk az alatta levő képen, amit ischiasznak neveznek, a nervus ischiadicusnak a szorult helyzete egy villámcsapásszerű fájdalmat fog jelezni, ami elindul a derekamtól vagy a csípőmtől egészen le a sarkomig. Ez az ischiasz, és ez mit jelent? Hogy még mindig konfliktus aktív szakaszban vagyok. Azt szokták mondani az emberek, hogy hát rosszul mozdultam, vagy megemeltem valamit, és becsípődött az ideg. Kérem, ez az utolsó hópihe volt, ami elindította a lavinát. Csak erről van szó. Egy egészséges és kiegyensúlyozott gerincben ez nem fordulhat elő. A megoldásban természetesen mi történik, most már ágyba kényszerültem, van időm elgondolkodni azon, hogy mi is történt, újra tervezem az életemet, és kiderül, hogy elkezdem visszaépíteni a jobb oldalt már lebontott izomzatot, és megjelenik egy diffúz fájdalom a jobb oldali deréktájékon, az izomzatban, és elmúlik az ideg becsípődés is. Ez a történet akkor, ha az izmok érintettségéről beszélünk. Természetesen a porckorong sérv esetén a kiboltosuló sérv, a porckorongnak a sérve nyomhatja a megfelelő ideget, és ez megint csak komoly tünetet fog okozni, ugyanakkor megbillen a gerinc a megsérült porckorong irányában. Hát vegyük ki az alapot a ház alól, és nézzük meg, hogy mi történik a falakkal. Tehát erről szól a derékfájás, és ha végre nem azonosulnánk azokkal a feladatokkal, családi, társadalmi szerepekkel, amelyeket elláttunk, csak eljátszanánk ezeket. Hisz William Shakespeare is megmondta, hogy színház az egész világ. Gondoljunk bele, mi lenne akkor, ha a színészek, mikor lejönnek a színpadról, még mindig azt a szerepet játszanánk, amit fent a színpadon játszottak. Egy igazi színész beleéli magát a szerepébe, és ezért hiteles, de mikor lejön a színpadról, akkor annak a szerepnek vége van. Értsük meg, eljátszanunk kell azt, hogy szülők vagyunk, hogy valahol egy munkahelyen betöltünk egy fontos pozíciót, de hogyha én nem azonosulnék ezekkel a szerepekkel, hanem örömmel eljátszanám mindazt, ami ott adódik, és a feladatra koncentrálnék, és nem az önleértékelésre, akkor nem történnének meg ezek a derékfájások sem. És akkor eljutottunk a gerincferdüléshez, mert most akkor nézzük egybe a három szakaszt. Ugye van mellkasi görbület, van mellkasi és lumbális, vagyis torakolumbális görbület együtt, és van külön csak ágyégi görbület, meg természetesen dupla görbület ezeknek a kombinációja. Mi okozza a gerincferdülést? A gerincferdülésről, mikor beszélünk, ez azt jelenti, hogy vagy jobbra, vagy balra eldől a gerinc. Amint említettem, miről van szó, az izom erő egyensúly bomlik meg, mert ha jobb oldalt elbontom az izomzatomat, akkor az erősebb baloldali izomzat balra fog húzni. Tehát a gyengébbik izomzat az mindig, mondjam úgy, hogy a hajlaton kívül van, és amerre elhajlok, az az erősebb, egészséges rész. És itt jön be akkor az anyagyerek és partner kérdés, mert ugye tudjuk, mondtam, hogy a narancssárga oszlop és piros oszlopnál bejön a kezűség, amikor az önleértékelést anyámmal vagy a gyermekemmel kapcsolatosan élem meg, akkor jobbkezesként a baloldali gerinc oszlop melletti izomzatot fogom lebontani, tehát jobbra fogok ferdülni.
Ha pedig balkezes vagyok, és az anyagyerek oldalról beszélek, akkor az a másik oldalon lesz, mert balkezesnek az anyagyerek oldal jobb oldali részét érinti. A kezesség pedig a partner oldalt jelenti, mindenki partner, aki nem az anyám, nem a gyerekem, és nem én vagyok. Természetesen a szeretet minősége meghatározza, hogy ki az én anyám és ki az én gyermekem, vagyis a válasz az, hogy az, akit pont úgy szeretek, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne. Ezért el tudunk viselni, vagy el tudunk követni egy ilyen konfliktust, mondjuk egy örökbefogadott gyerekkel kapcsolatban is, akit úgy szeretünk, mintha a sajátunk lenne. Akkor azt jelenti, hogy a lumbális szakaszon a jobbkezesként a baloldali részem bontottam, tehát anya-gyerek konfliktusom van a személyiségemet illetően, ezért jobbkezesként leegyengítettem a baloldali lumbális izomzatomat, és ezért a lumbális gerincem jobbra borult. Viszont a munkahelyemen, a partner oldalon, az életművembe szóltak bele, és ez a másik oldali izomzatot bontja le, itt azt jelenti, hogy jobbkezesként a jobb oldalit bontom, ezt viszont balra fogja húzni a baloldali izomzat, és kialakul egy ilyen S betű alakú gerincferdülés, ami tehát érinti mind a lumbális, mind az ágyéki szakaszt. Remélem, sikerült ezt érthetően elmondanom. Itt láttunk gerincferdülésről képeket. Nyilván, amikor már ilyen szembetűnő az elváltozás, akkor itt már egy régóta fennálló történetről van szó. Egyenetlenek lesznek a vállak, az egyik lapocka jobban kitüremkedik a másiknál, a derék is úgy látjuk, hogy egyenetlen, és természetesen megjelenik a hátfájás, a nyakfájás, a válfájdalom, és még ezt lehet folytatni egyéb ízületi fájdalmakkal is, mert hát vagyunk olyan intelligensek, hogy egyszerre több konfliktust is megélünk, és mondjuk, ha makacsul ragaszkodom valamilyen történethez, és ez a dolog megoldódott, akkor térdfájás lesz, de egy gyereknél, akinek már eleve van gerincferdülése, és nem tud úgy teljesíteni tornaórán, mint a többiek, akkor a sportosságban megélt önleértékelés miatt lesz neki térdfájása is. Ez tehát az oldalirányú ferdüléseket jelenti, súlyozza. Beszélnem kell a Scheuermann-féle megbetegedésről, ami a háti szakaszt érinti, és ez viszont nyílirányú változást hoz létre. Látjuk, oldalból rajzolnak gerincoszlopot, és látjuk, hogy a háti szakasznak a görbülete az fokozottabb, mint kéne, hogy legyen. Miért? Mert a gyereknél az életéről szőtt álmait, mint már említettem, nem hagyják, hogy megvalósuljon. És mivel ezt a konfliktust mind az anya, mind a partner oldalon egyszerre éli meg, ezért fog a gerincoszlop előre borulni, és nem jobbra, vagy nem balra. A gerincoszlop tartó szerkezetének az elgyengülése fogja okozni azt, hogy ez a gerincoszlop, aminek eleve is van egy lordózisa, egy hátrafelé való görbülete, hogy ez a görbület fokozódni fog. Mert sorvad a háti izomzat, a csigolyák zárólemezeinek csontosodási zavara lép fel, amit látunk az alsó képen, ezeket smorcsomóknak nevezik, és nyilván nem tudja már kihúzni magát. Szembetűnő az, ha egy ilyen gyerek előrehajol, és nagy-nagy púp jelenik meg a hátába, illetve háti fájdalom mindkét oldalon. Réka, szerinted mi az, ami egy gyereknél életműről szólhat, ami befolyásolja egy serdülő fiatalembernek vagy tündérlánynak az elképzeléseit? Nagyon sok minden. Gondoljunk csak, főleg tinédzserkorban kezdünk el álmodozni arról, hogy mik leszünk, és majd milyen sikereink lesznek, és nagyon gyakran olyan pályára szeretnének indulni a fiatalok, amelyre azt mondják a szülők, hogy á, gyermekem, abból nem lehet megélni. Igen, ezt mondtam én is. Azok az álmok, azok a nagyon nagy célok, amiket ilyenkor betervez az ember, és mindenképpen meg akarják ezt akadályozni, vagy nem engedik kibontakozni,
ezek mind az életről, az életéről, az életművéről szól. Gondolunk itt a mindenféle művészeti irányzatokra, rajzolni, festeni, anime készítőnek lenni, mert igen, ez most egy nagy divat, egy ilyen képregény, szerkesztő, festő, rajzoló lehessen a fiatal, vagy japánul tanuljon meg, és majd ő Japánban fog animét rajzolni, ott ez nagyon divatos. Na. Egyértelmű mondjuk egy vidéki kisfaluban felnövő gyerek szülei nem biztos, hogy ezt támogatni fogják. Nagyon örülnek annak, hogy a gyerekük Japánba készül, és majd ott akar karriert befutni a 18.612.547. anime rajzolóként, majd igen, pont ő lesz a kiválasztott. Nem bizonytalanítsuk el a gyerekünket abban, hogy amire vágyik, azt elérheti. Én inkább a megoldásra szeretnék most fókuszálni, nem csak az ilyen különböző esetekre, hanem próbáljunk több alternatívára is felkészíteni, hogy rendben van, próbálja, csináld, viszont próbáljuk meg azt is, hogy azért az érettségi meglegyen, mondjuk már, hogy az anélkül azért egy kicsit nehezebb. Igen. Tanulj meg japánul, önszorgalomból, már van mindenféle elérhető anyaga az interneten, járjál versenyekre, ilyen anime készítő versenyekre, nézd meg a többiek munkáját, mert lehet, hogy a környezetedben élőket messze fölülmúlod, de nem biztos, hogy Japánban nincs ilyen kaliberű anime rajzoló, próbáld meg ezt megtanulni, nézzük meg, hogy ehhez milyen irányok társulnak, mi az, amit még nem próbáltál ki. Nagyon sokszor egy alternatívát mutatva, vagy egyéb lehetőségeket is feldolgozva, a gyerek azt írja meg, hogy nem az a helyzet, hogy őt eltiltották valamitől, hanem egyszerűen csak mindent ki lehet próbálni. A tiltást például itt nagyon érdekes a sporttól való eltiltás ilyen esetekben, és akkor, hogyha valaki olimpikon szeretne lenni, ha nagy lesz, igen, akkor ez ekkora problémát jelent, hogyha azt mondják, hogy hát gyermekem azért ebből vagy abból a sportágból azért nem lehet megélni, bár ez most már egyre ritkább, hiszen a sport az nagyon feljövőben van, viszont nagyon sokszor hallok olyat, hogy egy diplomás család azért szeretné, hogyha a gyerek is valamit elvégezne, valamilyen papír lenne a kezében. Papír lenne a kezében, és igen, pontosan az a nagy tényállás, hogy előbb diplomáz le, édesfiam, utána csinálod azt, amit szeretnél, csak hogy lehet, hogy addigára már ez a kedv, vagy ez a rugalmasság elvész. Hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni? Egyszerűen úgy, hogy ne a tiltással próbáljuk a gyermekeink életét derékba törni, vagy hát most jelen esetben a gerincét értelmes biológiai külön programokkal ellátni, hanem próbáljuk meg arra nevelni a gyerekeinket, hogy egyszerre több lábunk éri a földet, és lehetőleg mindkettő egyszerre, tehát legyenek A, B, C, D, E, F terveink, igen, is, és mindent egy lapra tegyünk fel. Nagyon érdekes az, ahogyan az emberek képesek kitartani egy dolog mellett, hogy én csak azt akarom csinálni, semmi mást. Na, itt és van a gond, és igen, semmilyen olyan rugalmasság nincs az elképzelésben, amit meg lehetne ilyen esetekben mozdítani az egészségünk érdekében. Akkor, amikor híres emberekről olvasunk, akkor hallunk ilyet, hogy a szülei nem engedték színésznek, nem engedték írónak, nem engedték költőnek. Igen. Ugye Petőfit is a színész pályáról a szülei milyen módon próbálták jobb belátásra bírni. De nagyon érdekes az is, hogy az lenne a fő szempont, hogy ne egyetlen egy dologra tegyünk hangsúlyt. Tehát, hogy az életet teljességgel kellene megélni, annak minden színével és árnyalatával. Vagyis találjuk meg minden helyzetben azt, ami számunkra abban az esetben, abban az élethelyzetben örömöt jelent. Pontosan itt lenne a kulcs, hogy ne egy síkban, ne egy színben, monokróm állapotban képzeljük el az életünket,
hanem lássuk meg benne a kibontakozó lehetőségeket. A másik nagy karrierválasztás a tinédzsereknél a celeb leszek, vagy sztár, valamilyen influencer, mert ugye hát ez is egy nagyon jó perspektívát nyújt a munkanélküli gyors meggazdagodásra, és hát ugye mindenki szeretne valahogy könnyebben élni, kevesebbet dolgozva, még többet keresni, de hát ez a kamaszkorban ez teljesen kivitelezhetőnek tűnik. A celebek, vagy az influencerek, az influencer az, aki egy vagy több szociális médiában, vagy valamilyen oldalon megmutatja magát különböző helyzetekben, és a követői utánozzák őt. Ezt használják ki a különböző cégek marketing eszközeivel, mert hogyha XY influencer elment a Z étkezdébe, akkor majd annak a Z étkezdének megnő a forgalma az XY követői által. Nagyon érdekes az, hogyha ezt a tényt, mondjuk az influencer karriert, ha egyáltalán lehet ezt annak nevezni, vagy ezt a tekintélyszemély karriert, megpiszkáljuk, és elvesztük a gyerektől, mert ez akar lenni a sztár, a híres, az imádott, az nagyon lájkolt ember ezeken az oldalakon. És erről szól a mai... Amúgy erről szólnak erről szól a média, propaganda irányok, hogy ne dolgozzunk, hanem magunkat mutogassuk, műtessük el magunkat, valamivé legyünk agyonplasztikázva, stb. Legyen a külsőnk a legfontosabb, és az minél kirívóbb. Na szóval, ha ebben akadályozzák meg, vagy valami olyan komoly konfliktus pattan ki ebből a helyzetből, hogy úgy az anyja, mint az apja, ugye itt már anya-gyerek partner oldal egyszerre megvan, ebben a dologban őt megakadályozza, akkor láthatjuk ezt a rongybaba testtartást, ami megint divat, tehát most erre azért érek ki Karesz egy ilyen részletesen, mert amúgy van egy ilyen laza testtartás divatként, menőként. Igen, ez a hanyag testtartás. Hogy ne jegyjük meg, hogyha a gyerekünk így ül a konyha asztal mellett a telefonját nyomkodva, nézzük ennek a reális részét, szóljunk arra, hogy a kihúzott hát az mennyivel egészségesebb, és azért erre figyeljünk oda. De ha ezek a vonalak körvonalazódnak, akkor egy anyának, mint segítőtársnak ebben a helyzetben nagy szerepe van, hogy arra biztos a gyerekét, hogy találja meg az élete értelmét, mondjuk a képernyőn túl is. Így van, ez nagyon jó összefoglalás volt, és azt hiszem nagyon aktuális a mai fiatalokat érintő problémára mutattál rá, de van az idősebb korosztályt is érintő probléma, és ez a Bechterev kor, vagy spondilitis ankylopoetika. Ugye, hát a medicinában nagyon sok név van. Költői antipoetika. Igen. Szóval a gerinc mindhárom szakaszának érintett a csigolya közti porckorongja, és a szallagok is. A szallagok érintettségét nevezik entezitisnek. Fokozottan elfajulnak, miért? Mert függő gyógyulás áll fenn, és ez a függő gyógyulás policiklikusan tud lefolyni. Tehát vannak időszakok, amikor hetekig, hónapokig fáj, aztán megint nem fáj, aztán megint állandóan fáj, aztán megint nem fáj, ezért tettem föl mind a két ábrát erre a fóliára. Ennek a következménye az lesz, hogy bambusznáthoz hasonló gerinc fog kialakulni, ennek látjuk a röntgenképét, és folyamatos a fájdalom a le nem zárt gyógyulási folyamat miatt. Tehát érintett, miről van szó, hogy igazságtalanságért engem, és tönkrement az életművem, és oda van a személyiségem. Most ezzel kapcsolatban, ha már Petőfiről szó volt, idéznék Petőfitől egy rövid verset, SK emlékkönyvébe írta Petőfi Sándor 1845. szeptember 26-án. Vén épület már a világ, le alacsonyra süllyed. Ha egyenest jársz, beütöd a gerendában fejedet. Hajolj meg, ha a fejtörő gerenda ellenedre van. Én inkább betöröm fejem, sem, hogy meghajtsam derekam. Mennyire aktuális Petőfinek a verse 2020-ban is? Hiszen le alacsonyra süllyed már ez a világ, és az az érzésünk, hogy már mélyebbre nem süllyedhet,
ami a hazugságot, a manipulációt és az emberek félrevezetését jelenti. De ha folyamatosan odafigyelek a belső hangomra, és tudom, hogy mi a helyes, akkor ne engedjen meg az okos agyamnak, hogy megmagyarázza, hogy de ennek milyen kellemetlen következményei lesznek. Mert amikor lebeszélem magamat arról, hogy kitartsak amellett a cél mellett, amit magamnak eldöntöttem, akkor megélhetem az igazságtalanságot, megélhetem, hogy összedől az életművem, és megélhetem a személyiségemben az önleértékelést, mert te jó Isten, még arra se voltam képes, hogy önmagamra, a belső hangomra hallgassak. A továbbiakban szeretném összefoglalni röviden, hogy miről is volt szó, illetve, hogy mik tartoznak még ide. Mert ugye mondtam, hogy a csigolyák és porckorongok összeroppanása már eleve létrehoz egy gerincferdülést, na ezeket a medicina elsődleges elváltozásoknak fogja nevezni. Viszont gondoljunk bele, hogy a csontok azok a mozgásban, bármilyen részről is beszélek, a mozgás passzív elemei. Tehát a csont magától egy millimétert sem fog elmozdulni, csak arra fog elmozdulni, ahová az izmok elhúzzák. Innentől kezdve gondolom mindenki számára logikus és elfogadható, hogy a gerincnek a ferdülései, akár nyílirányú, akár oldalirányú elferdüléséről beszélünk, ez az izmoknak a programját jelenti. És akkor itt jönnek be olyan betegségek, amiben már a genetikát fogják hibáztatni, ez a Duchenne és a Becker-féle izomdisztrófia, ami érinti a törzs izmait természetesen, plusz-minusz szívizomzatot, mert ugye joga van mindenkinek ezeken a konfliktusokon kívül még több más konfliktust is megélniük. Aztán vannak különböző mozgászavarok, ezt ataxiának nevezik a medicinában, a mozgászavart, és ezek természetesen ki fognak hatni a gerinc görbületeire. Van olyan, hogy spinocerebelláris ataxia, és emellett még felsorolnak még 40 féle más tünetet, bocsánat, de nem részletezem, mert ahány megélésem, ahány fel nem oldott konfliktusom van, annyi féle plusz tünetem is lesz. Akkor van ez a DRPLA, ugye milyen szép neve van, ami a dentotarubral pallidoluisan atrófia, teljesen mindegy, mert erre megint ráfogták, azért van ilyen szép neve, mert ugye ez is genetikai, és van ilyen is, hogy Friedreich's ataxia, ami a mozgászavaron kívül izomsorvadást is jelent, látóideg problémát, szívizombántalmat, és a többi, és a többi, és még meg is mondják, hogy a diagnózistól számítva a túlélés 20 év. Szóval elképesztőek ezek a prognózisok, ezek az előrejóslások, mert ezeknek önsorsrontó, beteljesítő feladata van, és az emberek ott feladják. Aztán az epizódikus ataxia vajon mit jelent a germán gyógytudomány szerint? Hát ezek azok, amelyek különböző hosszúságú rohamok, de mikor jönnek elő? Hát amikor sínre kerül az illető, és akkor jön a mozgászavar. De mondom, mivel az izom érintett, mozgászavar van, másodlagosan, természetesen lesz belőle gerincferdülés. Csak idézni szeretném Halus Andrásnak a fejtegetését, amit Zeiser Endre temetésén mondott. Zeiser professzor ugyanis mindig hangsúlyozta az öröklés biológia egyik legfontosabb igazságát, azt, hogy a genetika csupán valószínűség, nem sors, nem végzet, hanem kockázati valószínűség, annak a megnövekedett eshetősége, hogy bizonyos életkorban, bizonyos életmód és körülmények mellett fokozottan érvényesülhetnek az öröklött tulajdonságok. Tehát nem sors, egyezzünk meg, és nem végzet. Nos, akit érdekel ez a téma, mint öröklődés és genetika, figyelmébe ajánlom, a DNS, a gén, a sejt titkai, mi irányítja a test működést, valamint a Hit biológiája című előadásokat, amit Bruce Lipton, a Princeton Egyetem sejtbiológus professzora
mond el számunkra. Aki hiszi, hiszi, aki nem hiszi, nem hiszi, ez szerintem nem hit kérdése. Tessenek megnézni, és akkor meg fog változni a genetikával kapcsolatos összes elképzelésünk, amit így közölnek velünk. Képesek vagyunk a genetikánkat is átírni. Kérdés, hogy hajlandók vagyunk-e a genetikára ható konfliktusainkat megoldani. Ne feledjük, nem sors, nem végzet, hanem kockázati valószínűség. Bizonyos életkorban, bizonyos életmód és körülmények, zárójelbe fel nem oldott konfliktusok mellett fokozottan érvényesülhetnek az öröklött tulajdonságok. Ezt az ébresztő gondolatok menüpontban fogjuk elérni. Én úgy gondolom, hogy az egészségünk megőrzése véget, oda kéne figyelnünk a fel nem oldott félelmekre. Mert ez az agy közvetítésével mindig elő fog idézni egyfajta szervi választ. Lehet válogatni, ott a konfliktus típusokban felsoroltam, hogy ki mit óhajt, de ne feledjük, hogy az önleértékelés az önpusztítást jelent. És fájdalmatlan a konfliktus aktív szakaszban. A germán gyógytudomány ismeretével megértjük a kialakult tüneteket. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tudjuk, hogy mivel kell foglalkozzunk, és tudjuk, hogy mit kell lezárnunk. És ha megtanuljuk felismerni és lezárni mielőbb a konfliktusainkat, tehát akkor nem lesznek súlyos szervi következmények. Az egészség megőrzéséhez tehát szükséges az egészséges környezet, az egészséges táplálék, víz, életmód, mozgás, és természetesen az egészséges gondolkodás. Mert amíg a gondolatainkon, a hozzáállásunkon, az önsorsrontó hiedelmeinken nem változtatunk, addig semmi, de semmi nem fog megváltozni. Az egészség megőrzésének a feltétele a félelmek nélküli tudatos élet. Ez akkor lehetséges, ha tudom, hogy ki vagyok én valójában. Ha nem csupán a biológiai testemmel azonosítom magam, mint ahogy azt már a bevezetőben elmondtam. Én úgy gondolom, hogy a germán gyógytudomány a mai nap is bebizonyította, hogy alap a megértéshez, a felismeréshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz. Rájövünk arra, hogy a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásoktól függ, hogy hány programom van, hogy milyen hosszan fog tartani a megoldás, ugye mikor zárom le a konfliktus aktív szakaszt, és hogy az egyes külön programok ismeretével még felismerjük azokat az okokat, tüneteket, amelyek ezeket a programokat elindították, és ha ezt már tudom, akkor a gyógyulásom érdekében képes vagyok valós megoldást is kezdeményezni. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető, ez a tudomány meghatározása. Ami nem reprodukálható, az nem tudomány. Nem statisztikára van szüksége senkinek sem arra, hogy kinézzen az ablakon át, és megállapítsa, hogy minden, ami él, az élni akar. Gondolom, ehhez állatkísérletre sincs szükség. Hanem az öt természettörvényt kellene meggondolnunk, és ezt kellene végre alkalmaznunk a mindennapi életünkben. Nagyon jó lenne, ha érzelmileg lezárnánk folyamatosan minden nap a programjainkat, és akkor nem történne semmi, de semmi különösebb szervi válasz sem az életünkben. Engedd meg, Karesz, hogy hozzáfűzzek egy pár gondolatot a mai előadásodhoz. Egy kicsit másképp fogalmaznék, mint ahogy te fogalmaztad. Tessék. Egy kicsit a mögöttes tartalomra hivatkoznék, tehát ez már nem az akadémikus, vagy a germán gyógytudomány nézőpontját támasztja alá. Ma arról hallottam tőled, hogy az igazság és igazságtalanság feldolgozás az a nyakunkra hat. Igen. Ugye az életművel mindazt, amit én életműként gondolok, annak a megsemmisülése, megtiltása, kettétörése, milyen programokat hat végre a biológiában. Illetve, hogy a személyiségünkben megélt konfliktusok milyen hatással vannak.
De ha ennél a három kulcs szónál tartunk, hogy igazságtalanság, életmű és személyiség, vajon mi ebben az összefüggés? Vajon mi az igazság? Az az alapvető igazság, ami mindannyiunkban legbelül megszólal. Mi az igazság önmagammal kapcsolatban? Mert az igazságtalanságot azt mindig valaki más követi el ellenünk. Vagy néha magunkkal vagyunk igazságtalanok, mert úgy döntünk, úgy hajtunk fejet bizonyos dolgok fölött, alatt, ha így szabad fogalmazni, ami nem teljesen egy azzal a lényegünkkel, ami az életünk alapigazságát szeretné követni. És ha az életműről beszélünk, mi is az életművem? Az az alkotás, ami utána megmarad, az a ház, az a vagyon, az a felépítmény, az a cég, az a konstruktum, az a filozófia, az az elmélet. Vagy, igen, az elmélet vagy is egy életmű. Mi az, ami az életmű? Az életművem az, ahogyan a világról gondolkodom, ahogy a világban mozgok, cselekszem, ahogy hozom a döntéseimet, amiket kézzelfogható módon fel tudok mutatni. Vajon tényleg ez az életművem alapvető része? Hogy téglánként felépítek egy kastélyt, és ezt ráhagyom valakire, ez az én nagy csodás művem. Persze rengeteg szép alkotást lehet látni, ami évszázadok után is szemet gyönyörködtet, de senki nem úgy néz rá egy kastélyra, hogy ez XY báró életműve volt. Igen. Egyszerűen csak egy esztétikai élvezetet nyújt, mögöttes tartalom, vagy néha az építető, vagy a tervező nevének ismerete nélkül. Mit szeretnénk magunk után hagyni? Mi a mi életművünk? Mi az, amit egy életen keresztül alkotunk, mint egy művészeti alkotást? Vajon a kapcsolatainkat? Vajon azokat az emlékeket, amiket magunk után hagyunk másokban? Vagy esetleg azt jelenteni igazán, hogy hogyan éltem, hogyan gazdálkodtam azzal az egységnyi idővel, amit ezen a bolygón, ebben a bőrbuciban, ebben a testben vittem. Uh-huh. És mi a személyiségem? Mivel azonosítom én magam? Milyen személy vagyok? Ugye, ha a személyiségről beszélünk, nagyon sok érdekes dolog felmerül, mert a személyiségem egy nagyon komplex fogalom, hogy ki is vagyok én valójában, hogy tudom-e egyáltalán, hogy mit jelent ez, hogy személyiség? Hogy mi az, ami csak rám jellemző viselkedésben, gondolkodásban, érzelemmintában, amit én állandóan magaménak tudok. És ha már a személyiség kérdésében egy kicsit elmélyedünk, akkor azt látjuk, hogy a személyiség nagyon-nagyon összetett fogalom. És mindig valamivel azonosítjuk magunkat, és nem azzal, akik mi valójában vagyunk. Így van. Azonosítjuk a személyiségünket, a tudásunkkal, az ösztöneinkkel, a teljesítményünkkel, valamilyen származással. Ugye említetted a genetikát a származással, hogy ki vagyok, hová tartozom, milyen vagyok én. És nagyon gyakran a belső valóságunkat értjük ez alatt, azokat a gondolatokat, érzéseket, amelyeket képesek vagyunk érezni vagy gondolni. De mindezek a személyiség alkotó elemek valahogy szerte tudnak foszlani mondjuk egy betegség kapcsán. Mert igen, én azt gondoltam magamról, hogy milyen bátor vagyok, és lám, hogy megijedtem. Igen. Azt gondoltam, hogy milyen tökéletesen tudok zongorázni, de most, hogy a kezem már nem úgy működik, tekintettel arra, hogy nem voltam fel a partneremmel, vagy nem igen, voltam jó gyereke az anyámnak, és mondjuk egy válfájdalom, ugye ez ott van, megakadályoz a zongorázás művészetében, akkor már a személyiségemből pont az a rész nem tud megnyilvánulni, amivel én azonosítottam magam. És ha így vesszük, akkor az életművemnek oda, hiszen az eddigi karrieremnek lőttek, és milyen igazságtalanság ez velem szemben, és mennyire összetettek ezek az érzések, oda visszahatnak egymásra, kölcsönhatásban vannak. Utaltam rá, hogy Hammer doktor is összefoglalja, hogy a nyak, a hát és a
deréktájék, ez mind a személyiségemmel összefüggő történet, minden beletartozik az én személyiségemben, de milyen fantasztikus, hogy a biológia egy bizonyos témát egy bizonyos helyre lokalizál. Így van. Így van. Az igazságtalanság miatt soha nem lesz derékfájásunk. Igen, viszont hány olyan helyzetet tapasztalunk meg, amikor valamivel azonosítjuk magunkat, és abban a pillanatban, amikor én azonosítom az egyedi tulajdonságaim összességével magam, igen, akkor egy olyan formátumot jelenítek meg, ami csak képességek, tudások és különböző szükségletek kielégítésére célzott folyamatok összességét jelenti, de nem azt, aki én valójában így vagyok. Hogy miért nem látjuk meg ezt, aki a belső lényegünk, az eszenciánk, az isteni mi voltunk, igen, az a finom valami, amit nem látunk, nem hallunk, nem tapasztalunk, jobban oda csak bizonyos helyzetekben tudunk megtapasztalni, amikor odafigyelünk rá, hogy hol veszítjük el a fonalat. Miért gondoljuk azt, hogy az életünk az nem abban az irányban halad, amerre én szeretném, és mennyire igazságtalan az, hogy ez most velem megtörtént. Nem veszük észre benne, hogy ez talán nem véletlenül történik. Itt van az, amikor, amint említettem, hogy a belső hangom megmondja, hogy mi volna a feladat, és én nem azt teszem. Egy saját példát tudnék elmondani ezzel kapcsolatban. Amikor a belső hangom azt mondta, hogy hagyd itt a rendelőt. Márpedig az a rendelő, az nekem addig az életművem volt. Úgy éltem meg, hogy valamit én is alkottam. De miután rádöbbentem, hogy nem azt teszem, ami a betegek javát szolgálja, nem a gyógyítással foglalkozom, hanem a tüneteknek a fenntartásával, akkor semmi problémát nem okozott nekem, hogy kilépjek. Persze, hogy zümmögött az agyam, hogy éhen fogsz halni, hogy a híd alatt fogsz aludni, hadd ne mondjam, de volt egy belső meggyőződésem, hogy az a helyes, ha én innen most fölállok. És nem volt se derékfájásom, nem volt se hátfájásom, se nyakfájásom, pedig hát igazságtalanul jártak el velem, stb. Nem megyek a részletekbe, de nem érdekelt, mert csak a belső hangra hallgattam, hogy innen el. És aztán jött meg, hogy miért is kellett onnan elmenjek. Mert megtaláltam azt a módot, amit mindig kerestem, 15 éven keresztül kerestem a megoldást, hogy hogyan tudnék segíteni az embereknek a gyógyításban. És ez a germán gyógytudomány. Így van, és nagyon fontos az, hogy ezeket az első ránézésre igazságtalannak tűnő eseményeket egy kicsit másképp kezeljük. Megnézzük, hogy vajon milyen okkal, céllal történik. Én hiszem azt, hogy a germán gyógytudomány 5. természettörvénye, az, hogy mindennek oka van, az nem csak a biológiára jellemző, hát hanem az életünkre is. Semmi nem történik véletlenül az életünkben. Így van. A 4. természettörvényt én úgy fordítom a társadalmi szintre, hogy néha azok tanítanak bennünket a leginkább, akit mi ellenségnek tekintünk. Igen. És ők is segítenek abban, hogy fejlődjünk. Így van. A 3. természettörvény számomra és laikus számára azt jelenti, hogy 3 dolgot tehetek. Igen. Mindig van választásom. Mindig van. A 2. természettörvény, ha makroszinten egy kicsit filozófikus szempontból megnézzük, akkor azt sugalmazza, hogy mindennek van eleje, közepe, vége. Örökké tartó haragban, örökké tartó konfliktusban élni nem lehet sokáig. Igen. Tehát ha elkezdtem egy feladatot, azt kutya kötelességem véghez vinni, még akkor is, hogyha már a realizáció felénél legszívesebben félbehagynám, ugye ez az epileptoid krízis, amikor már elegem van a dologból, és szeretnék gyorsan valami mással foglalkozni, akkor is, ha egy valamit elkezdtünk, azt fejezzük is be. Igen. És az első természettörvény számomra azt jelenti, hogy mindig lesznek váratlan események, mindig lesznek hirtelen rám törő feladatok, élmények, impulzusok, de mindig meg kell találnom azt a pontot, hogy valójában ez lehet, hogy most momentán nekem konfliktust hordoz,
de a legfontosabb az, hogy mindig tisztában legyek, és soha nem vagyok egyedül. Van a biológiám, ami folyamatosan a túlélésemet próbálja megcélozni, és van valami, ami a személyiségem legbelső részét jelenti, az énem legbelsőbb részét, amit én úgy hívok, hogy lélek. Hogy ezt miért nem látjuk meg, na itt jönnek be a félelmek, és nagyon, nagyon köszönöm, hogy ma ezekre egy kicsit több figyelmet szenteltél, Karesz, hiszen nagyon aktuális lesz ez a téma, vagy nagyon aktuális most ez a téma. Köszönöm neked ezt a fantasztikus csokorba szedett összefoglalót, Karesz. Igazán élvezetes volt számomra is. Köszönöm szépen, remélem, hogy a felvételt minél hamarabb kikerül, mert sok ember, amint látom a visszajelzésből, nem tudta hallani.